Sziasztok, Hákás Dead vagyok, és elérkeztünk arra a pontra, hogy elkészítettük nektek a kérdés és válaszok videót a Wild Thunderről. Itt van velem FZ és Ninju. Sziasztok! Sziasztok! Kérdést kaptunk tőletek, köszönjük nektek. Csapjunk is bele, ugye a legelső fő kérdés, amit most mindenki igazából gondolom kíváncsi erre, mit gondoltok az 1.51-es javításról? Hát Dávidnak volt szerencséje a dev szerveren kipróbálni ezt az 1.51-es patchet, úgyhogy erről ő tudna mondani nektek főleg többet. Ugye új tankok jönnek, jön új pálya, de akkor hallgassátok meg Dávidot, hogy ő mit gondol igazából erről az új javításról. Dávid? Na, ugye kipróbáltam a dev szervert, nagyjából másfél ország tesztelgettem, hogy milyen lesz az új pálya, az új lövedékek, amiknek ugye a neve némileg megváltozott, de egyébként képességeikben majdnem ugyanazt tudják, ugye, mint a régi heat lőszerek. Ugye bekerült egy pár darab lőszer, elsősorban ugye egy új heat lőszer, ami 400 mm-t fog ütni a M60-nál és a Leo 1-nél, tehát a Leopard 1-nél. Alkalmam nem volt kipróbálni, mert ugye a dev server-t valahogy úgy oldották meg, hogy hiába voltak kihúzogatva a tankjaim, teljesen térődbe ugye a németeknél és az amerikaiaknál. Nem engedték azt, hogy ki tudjam próbálni sem márkában, realisztikban, sem szimulátorban ezeket a tankokat. Így nyilatkozni nem tudok róluk. Amit viszont ki tudtam próbálni, az a T-34-400. Hát kicsit erősnek éreztem TR4-ben és 6.0-ban. Fog érkezni majd az 1.51-es patchben, ugye? Hát aztán... azt mondjuk, hogy ezeket azért mindig módosítgatják idővel, tehát ahogy berakják a játékba, az folyamatosan módosulni fog. Igen, érzik majd azt ők, hogy az oda túl OP, ugye egy H1-es Tigris szintjére berakni azt a tankot nem feltétlenül jó dolog. Ugye a Su-100Y, jól mondom, Ninja? Igen. Su-100Y, na ő is egy nagyon jó tank, őt ki lehetett próbálni ugye, premium tankként. Ő viszonylag borsós ára van, de valószínűleg meg fog érni. Azt hiszem 180 mm-es átütése van, kettő darab lőszer van hozzá, egy páncértörő, úgymond robbantó. Meg van hozzá ugye egy high explosive shell, ami szerintem nem feltétlenül a legjobb lőszer, én gyakorlatilag semmit tudtam vele kilőni, de még trackelni sem tankot, valószínűleg ez majd később megjavul. Ugye sok mindent változtattak ott a dev serveren, az alatt is még fenn voltam. Ugye kipróbáltam az új pályákat, legfőképp a havas pályát, abból volt ugye több. A havas pálya nagyon jó, nagyon jól néz ki, főleg azoknak ugye, akik mobil grafikán játszanak, vagy legalábbis high grafikán. Nagyon jó a terep, nehezen másszák meg a tankok ugye a dombokat. Nagyon oda kell figyelni, hogy milyen terepen mozgunk ugye a tankkal, mert a tank súlya miatt képes beszakadni egy jó pár helyen ugye, és a jég alá süllyedünk, és ugye a crew az azonnal megfullad. Plusz, ami ugye még nehézségeket okoz, főleg a havas pályán, az, hogyha belőnek mellénk például egy mőzzel vagy mauzzal, hogy szereti ejteni, egy 75 mm-essel, akkor ugye kitörik mellőnünk a jég és beesünk. Tehát erre oda kell majd figyelni, hogy nem feltétlenül kell majd a 128-os lövedékkel lőni például egy jégen álló tankra, hanem lehet a 75-össel is pont elé lőni, vagy mellé, és akkor jó esélyünk van, hogy beszakad. Ugye a jégben engem nagyon sokat szívottak így, főleg amikor ugye bementem a dev serveren, és ugye haladtam, kilőtték mellettem ugye a jeget, és bezuhantam. Úgyhogy ezt ki kellett tapasztalni. Ezt az egyetlen pályát láttam, ami úgy érdekesnek tűnt, de viszont meg lehet szokni. Ugye nagyon sokat fog jelenteni az főleg realisztikban, hogy milyen kamuflágot használunk, tehát festést. Mindenkinek ajánlom, hogy inkább a téli festést használja, nagyon nehezen lehet kiszúrni a tankot, volt alkalmam ugye a szimulátort is kipróbálni, ott meg nagyon sokat jelent az, hogy tényleg fehér festéssel menjünk be, mert gyakorlatilag nem lehet kilátni a tankot, nagyon oda kell figyelni, hogy honnan lőnek. Meg ugye plusz lehet látni, hogy merre fele haladtak a tankok, ugye mivel húzzák a nyomot a hóban. Na hát így röviden ennyi körülbelül. Jó, egy kicsit... Kukkancsunk bele azért a tankokba, Leopard 1.
Ugye ez egy késői tank, tehát ez nem, a háború utáni tank igazából. Kinézetre nekem nagyon hasonlít az IS-3-ra, tehát a kupolája az abszolút IS-3. Szerintem borzasztóan be van döntve, mindenhonnan egy bedöntött tank. Szerintem ez elég nehéz lesz kilőni. Nem tudom, hogy te találkoztál ilyennel a szerveren? Leopár egyessel nem tudtam találkozni, valószínűleg, mint hogy a többiek, és mint hogy én sem, a többiek sem tudták behozni. Úgy tudom, hogy csak kimondottan Volt Thunder videósok tudták bevinni, és ez így is volt. Hát, hogy nézegettem a videójukat, ők be tudták vinni, például Fidelity, az Entok be tudták vinni, én nem tudtam. Valószínűleg nem kaptunk rá jogosultságot, vagy csak azért, hogy azért ezeket még be nem mutassák már, ugye több százan. A ti első ránézésre egy elég nehezen átüthető tankó. Igen, ugye infrafényvető van rajta, ahogy láttam, nagyon be van döntve. Ahogy néztem, a DevServer-en egy ilyen 100 mm-es páncélja körül lehet, de viszont nagyon be van döntve. Nagyon be van döntve, ami miatt ugye nagyon nehéz kilőni. A cső mellett is valami 100 mm-es páncélja, valamit szerintem nagyon hamar be lehet ütni. Hát körülbelül úgy, mint a kisebb amerikai tankoknál volt a Shermaneknél, hogy belőtték túl simán a cső mellett. Nem kellett még a vázasra célozni. Ugye ez a tanknak két valamit lehet kihasználni. Azt, hogy ugye nagyon gyorsan tolat, nagyon nagy a végsebesség előre, 65-tel megy a szem, Leo 1. Amit én meg gondolok, hogy mire lesz jó az a tank, ugye van egy hash lövedéke, ez a High Explosive Squash Head, vagy rogyókúkos robbanó lövedék. Ez 400 mm-t üt. Ezért az elég komoly. Ez azért ez elég durva, de viszont láttunk már a játékban elég durva csodákat, mint ahogy a 380 mm-es átütésű M103 lőszer sem hozza azt a kívánt eredményt, amit mi azt hittük, hogy hoz. Ugye azt mi hát is igen. Azt mondtuk, hogy majd a hét lőszer az M103-ban, na majd az meg az ISU 152-ben, na majd az kiüt mindent, hát nem. Nem, hiába próbálgattunk jó helyre lőni vele, nem jött össze. Igazán de valami lényeg, hogy a Leo 1-jel pontosan azt kell ugye csinálni, hogy egyszer lősz, de aztán eltűnsz. Hát egy közepes tankról van szó, úgyhogy igen. Így van. Tehát ezek a tankok tényleg erre valóak, hogy egyszer lőjél, de akkor tuti jó helyre, aztán tűnjél el onnan. És egyébként vittes ez a Leo 1, mert egy ilyen 25-tel tolat simán. Okay, hát ez azért elég jó. Amerikai ágon belül a Super Hellket, én azt olvastam róla, hogy ő egy borzasztó gyors tank destroyer lesz, tehát tankvadász. Hát ugye Hellket azért már volt a játékban. Egy verzió. Nem tudom, hogy ez miben fog igazából tőle különbözni. Azt látom, hogy 90 mm-es ágyúja van. Nem, mi újat tud mutatni ez a tank igazából? Szerintem ilyen azért van már a játékban. Igen, az M18 az benne van. Igazándiból Ninja tudna erre legjobban választani. Ugye ők nagyon sokat játszottak Simóban, Realisztikban M18-al, M36-tal talán. Ninja. Egy pár szót tudnál erről ejteni nekünk, hogy az M18 nektek hogyan vár be? Természetesen. Ugye az M18-ast úgy tudod a legjobban használni, és ez szerintem főleg realisztikban és szimulátorban jön ki, hogy egy hihetetlenül gyors és mozgékony tank. Tehát váratlan helyeken bukkansz föl, eltűnsz, ugye leadod a lövést. Nagyjából úgy egyébként, ahogy Dávid mondta a Leopardhoz legjobban passzoló taktikának, igazából ez a Super Hellcat, ez az M36-os tornyát kapta meg ugyanarra az alvázra, mint a sima Hellcatnek. Ergo valószínű valamennyit fog veszíteni a mobilitásából, hiszen az a torony nehezebb, meg maga az ágyú is nehezebb, mint az alap Hellcatnek a tornya és ágyúja. De a nagyobb tűzerővel egy igen kellemes mobilitás fog társulni, úgyhogy szinte biztosan fel lehet ugyanúgy használni, mint a korábbi Hellcatet. Mozgékonyan, hirtelen meglepve az ellenfelet. Egy jó kis tank azért, tényleg az a fürgeségével le tudnak csapni, főleg, hogyha esetleg párban támadnak. Akkor elég jól tudnak lenni. Dávid? Így igaz. Meg ugye leginkább, amit ki kell emelni, hogy tehát ne az árkádot vegyek alapul, meg senki se vegye az árkádot alapul, mert ugye az árkádban a célzásra segítés nagyon sok olyan játéktechnikát megöl, meg játékon belül a taktikázást megöl, ami ugye fontos
lenne egy játék során. Ugye van célzás, rásegítés, mindenki felett van egy spot, ugye hogy hol szaladgál, gyakorlatilag mindenkit látunk a pályán, ezért ugye fel tudunk előre készülni arra, hogy ki mehet például a B pontra, az A pontra, a C pontra, mert tudjuk előre pontosan, hogy hol vannak. Még ugye realisztikban a saját szemünkkel kell feltérképeznünk a terepet, ugye a társainkra kell hagyatkoznunk, a csapattársainkra legfőképp. Ugye, mint ugye nálunk is a srácok ugye mindig csapatban játszanak, ha tudnak. Ugye úgy sokkal, de könnyebb, meg azért több fele tudnak egyszerre figyelni. Amit ugye Ninja is említett, az M18, M36-os toronnyal, realisztikban ez egy egész jó fegyver lesz, hogy azért egy 90 mm-es ágyú, ez a tank nagyon gyors, és főleg ugye realisztikban jön ki, meg szimulátorban ennek a tanknak igazándiból az ereje, mert ott lehet vele bujkálni, még árkádban, lehet, hogy gyors, lehet, hogy jól fog fordulni, de viszont mindenki pontos lövést tud rá leadni, és innentől kezdve gyakorlatilag értelmét veszti ez a tank. Szerintem. És automatikusan észrevesznek, hogyha van, felbukkansz valahol. Persze. Hát azt hiszem, így az 1.51-ről nagyon sok mindent még nem tudunk többet elmondani, ugye új tankok, új pálya, új lőszer, azt hiszem, hogy ezt így kibeszéltük, jött a következő meg kérdés. Meg hogy még a T10-es tank fog ugye bekerülni, igen. Az az IS-8 ugye, hát neki is megvan a hét lőszere, ugye valamennyivel kisebb a páncélzat, mint az IS-4-nek, de viszont borzasztóan be van döntve. Hát, mivel szovjet, én azért úgy gondolom, hogy szerintem az IS-4-nél is keményebb tank lesz, egyrészt keményebb az ágyúja, tehát nagyobb a tüt, meg gyorsabban is tölt, 17 másodperc alatt tölt meg alapkorúval. Igen. Ami ugye azért egy 122-es ütegnél, az már egy olyan töltési idő, ami már igazán elfogadható. Azt nézzük. Kifejezetten kellemes, igen. Így van. Jó. Hát illetve, ahogy olvastam, még lesz jó pár pályán változtatás a mostani meglévő pályákon. De hát ez már ugye szokásos szinte. Jó, szerintem menjünk tovább a kérdésekbe. Mit gondoltok a klánozásról? Hát a klán, én szerintem, hát egy ilyen játékban az egy plusz dolog. Tehát az jó, alapból megvan a játék, ugye. Fejleszgetjük a tankjainkat, lövöldözünk, egy idő után unalmassá válik. Klánban részt venni azért jó, mert egyrészt társaságban vagy, együtt harcolni, együtt csatázni mindig jobb, mint egyedül, szerintem, és hát egy újabb kihívás tulajdonképpen, mert ugye az, hogy együtt harcoltok valahol, látod, hogy valaki erősebb, mint te is megpróbálod ugyanazt a szintet elérni, sőt, tulajdonképpen szerintem még tovább is fejlődsz, mint hogyha egyedül játszanál. Mindenképpen megéri a klánozás. Egy csak is egy pluszt ad a játékban, szerintem. Így van, sokkal könnyebb tanulni. Akár a jobbaktól, mások hibájából is, az is sokkal könnyebb, hiszen látod, hogy következetesen valakit kilőnek, hogyha mindig ugyanazt a hülyeséget követi el, akkor hamarabb elhiszed, hogy ezt tényleg nem érdemes megcsinálni. Igen. Meg ugye ott vannak, hogy a... Na, berekedtem közben. Ugye, míg a társainkben vannak, ugye hallják, hogy kommunikálunk, vagy értesítjük őket arról, hogy mi történik körülöttünk. Ez ugye egyszemélyes háborúban, ugye egyszemélyes, hát ez elég hülyén fogalmaztam meg, tehát egyszemélyes csatában ilyen nincs. Tehát ott te nem tudsz kinek szólni, hogy esetleg segítsen, ugye a társaidra nem hagyatkozhatsz, akik ugye idegen emberek is benn vannak a csapatban, ugye nekik is csak egy valami a lényeg, hogy minél többet lőjenek, és kész. Tehát azok nem fognak neked segíteni azért, mert látják, hogy téged ketten lőnek, hanem ő azt fogja érdekelni, hogy minél hamarabb kilője. Még ugye egy klánban egymásért harcolunk, ezért minimum azt tesszük meg a másikért, ugye, hogy segítünk neki, ahogy közösen megyünk a zászlóra. Ez lenne a klánnak a lényege, hogy egymás segítjük, ugye? Szerintem ezt is megválaszoltuk. Következő kérdés, mit gondoltok az eventekről? Hát erről azért megvan a véleményünk, kinek így, kinek úgy. Hát én nekem az a véleményem, hogy egy klán ugye azért klán, hogy menjünk, harcoljunk más klánok ellen, de mi ugye egy tankos klán vagyunk, és az event itt semmi másról nem kezdett el szólni, csak a repülőzésről, meg a repülőkről. Úgyhogy egy kicsit felfüggesztettük ezt az event dolgot. Nagyon idegesítő tud lenni az, amikor az ellenfél bejön mondjuk egy tankkal, meg hat repülővel, és
igazából moccani nem bírsz a pályán, nem látom értelmét így egy játéknak. Oké, persze a repülős része is van a játéknak, tehát aki repülőzik, annak meg pont jó így, de mi tankos klánként ezt nem jól éltük meg igazából, úgyhogy így személy szerint így megutáltam az eventet ezek miatt. Meg hát olyanok miatt, hogy egy-két repülő agyon volt húzva, lásd ugye a... Jól tudom, F-18 volt, mert nem is emlékszem. F-18F. Hát az például az agyamra ment. Tehát az jól fordult nagyon, az lebombázott pontosan mindig. Azt nem lehetett légvédelemmel lelőni. Nagyon nehezen. Tehát egy kicsit én személy szerint így megutáltam így emiatt az eventet, viszont nagyon szeretnék menni. Mert a közösségi életnek ez egy része, hogy egymás ellen csatázunk, a csoportnak a tudással szembeszegül ugye a másik klán csoportjának tudásával. Szerintem ez egy tök jó dolog lenne, csak valahogy így ezt át kéne alakítani, nem így ebbe a formába, ahogy mostan, nem tudom, ti mit gondoltok róla. Igen, az alapkonstrukcióval ugye az a probléma, hogy a játéknak az event része az a repülősökre van, ugye. Úgymond fejlesztve a repülősökre, hogy nekik jó legyen, ezért is bukott meg az egész, tehát ugye a repülők, amik ott vannak ugye eventen, a birket nagyon nagy gombateherrel tudnak menni, az azt jelenti, hogy 3 darab 1000 lábas, hát gyakorlatilag a mellé dobod is 5 méterre tankol, és annak annyi, tehát ott nincs kecmet. Ugye ráadásul a birket túl van húzva, tehát olyan repülési képességekkel repülő realisztikba többen, ami a fizika törvénye is súrolja, de nagyon. És ugye, mint ugye evzés említett, hogy elegünk lett, abból ugye, hogy 7 darab repülőt behoznak és egy tankot, és gyakorlatilag a levegőben dől el egy csata, és nem hagynak még arra sem esélyt, hogy esetleg a tankok össze ugorjanak egymással, és a tankok győzzenek. Mert az oké, hogy megnyárjuk fent a háborút, de nyárjuk meg lent is. Hát azért a II. Világháborúban se így volt, hogy beküldtek az amerikai 600 darab vadászgépet, és akkor kibombázgatták a tankokat. Meg ugye, hogy a pályák nincsenek legfőképp, ez a nagy probléma, hogy nincsenek a pályák hozzátervezve ez az eventhez. Hát ha lennének nagyon nagy pályák, lennének nagyon nagy fás részek, akkor esetleg el tudnák köztük vonulni. Csak az a baj ugye, hogy mivel nincsenek korlátozva a repülőgép számaik, így ugye mind custom battle-be vagy egy testben is meg lehet nézni, hogy mi a legrövidebb út. És ugye egy idő után ezt a komoly pilóták, meg a komoly klánok ki taktikázzák, mert megnézik, hogy hol tudsz eljönni a tankor, hol tudsz kerülni, és arra repülnek repülővel. Gyakorlatilag addig repked fölötted, míg egyszer úgyis kijössz az erdőből, kijössz a ház mögül, kijössz a fal mögül, és kapsz egy bombát. Tehát esélyt nem hagynak arra, hogy egy tankos megmutatása azt, hogy na, lőjünk össze, győzzön a jobbik. Tankos. Persze, és hát a légvédelem is igazából, ugye én tudod, hogy nagyon sokat légvédelemmel mentem. Itt nem volt egy olyan konstans dolog, hogy tudom, hogy mikor kell elé, mögé lőni, stb. Egyszerűen kitapasztalhatatlan volt az a rendszer, meg össze-vissza állítgatták. Hát azért hónapokig játszottunk, és egyszerűen nem lehetett normálisan megtanulni légvédelmezni. Csak mákból lőttem le a repülőket szinte. Vagy ha szembe jön veled totál, akkor, mert akkor a legkönnyebb. De egy megtanulhatatlan rendszer volt. Hát. Így igaz. Én egyetértek az előttem szólókkal. Annyiban reménykedhetünk talán, hogy volt nem olyan nagyon rég egy hír, hogy talán elkezdik azt bevezetni, hogy az ilyen eventekre limitálják a bizonyos tanktípus, járműtípusokat, tehát akár repülőt, akár tankot is, hogy mondjuk nehéz tankból egyet, kettőt, hármat lehessen maximum bevinni, és reméljük, hogy hát ha ez beveszik egyébként a klános eventbe is, mert oda például nagyon el kellene egy ilyen szabályozás. Az biztos, és ugye beszélgettünk itt egy-két szóba feljött, ugye, hogy a klán élet. De azért nagyon fontos, mert hogyha egy klánban nincsen kitűzött cél, akkor gyakorlatilag értelmét veszti a klán. A klán az azért jön össze, ugye, azért válogatja ugye a klánvezetés össze az embereket, és olyan embereket, tehát a jobbokat, akik már jól tudnak játszani, hogy őket el tudja vinni egy versenyre, el tudja őket vinni egy ilyen klánharcról, meg tudják mutatni, tudnak bizonyítani. Hogy ők rátermettek erre az egészre, és ők ezt képesek csinálni, és valamit elérnek benne, addig ugye itt nem adnak rá lehetőséget. Tehát itt ugye a repülősök győznek. Itt nagyon sokáig csináltuk, ahhoz képest
nagyon sok pontot tudtunk elérni, tehát kevés idő alatt egészen sok pontot tudtunk úgy elérni, hogy olyan repülősökkel kellett felvennünk a harcokat, akik 50D-t repültek például RB-ben, ami rengeteg idő. És ugye nekünk nagyon sok teszteléssel és repülgetéssel járt az, hogy ezekkel fel tudjuk venni a harcot. És hála Istennek nagyon sokszor nyertünk, de viszont nagyon sokszor is kaptunk ki, pont azért, mert tankkal nem tudtuk megmutatni, hogy mi tudunk játszani, vagy szeretnénk, hanem tényleg a repülőknél dőlt el, hogy ki a jobb. És hogyha a repülőket ugye leszedegették, a repülőinket onnantól kezdve már a tankosaink azért haltak meg, mert mi meghaltunk. Tehát így nem lehet klán eventezni, hogy tényleg egy vagy két repülőn múlik egy egész klán élete. Mert gyakorlatilag ugye realistic battle-ben nagyon sok idő, mire eljutsz a pontra, tehát még le tudod húzni, és addig a repülő kétszer felszáll. Visszajön 3 tonna bombával, kirob 3 tankot, megint visszamegy, megint visszajön. Ezt így nem lehet. Hála Istennek, régen olvasgattam, hogy majd egyszer kijavítják, de nem hiszem. Na, ez valakinek jó itt szerintem. Így van. Menjünk tovább. Mit gondoltok, várható a klánháború? Szerintem ez az előző kérdés, az event. A klánháború az tulajdonképpen az event volt. Nem tudom a kérdezőt mire akart gondolni. Ugye ott klánok küzdöttek meg egymással. Én szerintem az event volt a klánháború. Jól gondolom, Dávid? Hát igen, nagy részben igen. Egyébként klánháború csak annyit élnek csinálni, hogy leszerveznek emberek egy időpontot, nyitnak egy custom battle szobát, két klánt összehívnak és csinálnak egy pontozási rendszert. Ennyire egyszerű lenne egyébként egy normális versenyt csinálni, mi már gondolkoztunk is ebben, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. De addig ugye nem nagyon van erre lehetőség, erre a klánosdira, csak azoknak ugye, akiknek nagyon jó az idegrendszere hozzá, azok ezt tudják csinálni, de értelmetlen, mert ugye nincsen még célja sem. Nincs sem tét, sem cél, addig meg... Sem jutalom. Így van, nincs értelme. És azért ugye nem kevés időt emészt fel a klánozás. Na, menjünk tovább. Kérdeztétek, hogy a World War funkció az mi lenne? Hát a World War funkció az ugye a zárt bétában volt egyszer, amikor a repülősöket, szó szerint a repülősöket összeengedték a tankosokkal. Mi azt jelenti, hogy te ha AK-ba akartál menni repülő, akkor bementél, és akkor a tankok ugyanúgy mentek lent, és foglaltak zászlót, mint hogy te most bemész tankozni, és akkor te mész tankkal, utána meggondoltad magad, mentél repülővel. Tehát volt egy ilyen irány, amikor elmentek e felé, hogy majd csinálnak egy ilyet, de azóta megváltoztatták, ez majd külön a klánoknak lesz az a World War, de azt, hogy még hogy pontosan milyen lesz, azt mi sem tudjuk. Menjünk is tovább. Igen, ígéretek voltak rá, aztán majd meglátjuk, soon. Játszottatok-e még eventet? Ha igen, pár szóban bemutatni. Hát szerintem mindent elmondtunk róla, amit kellett. Így van. Következő kérdés pedig, hogy milyen tankokkal érdemes elkezdeni. Na, hát ez nagyon sok mindentől függ, ugye attól, hogy egy klánnak például a karakterei milyenek például, ki milyen tankot szeret, ki miben érzi jól magát, ki milyen szerepet vállal el, ki véd, ki támad, ki védi a támadót, ki védi a védőt, jó, ki megy foglalni. Mindenképpen azért említsük meg, hogy kell egy 4-es tank. Tehát így a 3-as tankokkal sok minden nem lehet kezdeni, ugye tier 4-es tank mindenképp kell hozzá. Én annó például médiumoztam, amikor bekerültem ide hozzátok a klánba, én inkább médium tankos voltam, és mindig azt a vonalat képviseltem, ezt az oldalról kerülgetős, belövős dolgot, úgyhogy nekem inkább ugye a panterekkel kellett nyomulnom, ugye németágon. Lehet, kinek mi áll a szívéhez közelebb. Így van. Tehát itt nagyon sok minden meghatározó, például az, hogy kiket válasz ki az ember heavy tankozni, kiket válasz ki médium tankozni, kiket válasz ki légvédelemnek. Hála Istennek, sehol hála Istennek, hát hála Istennek remélem nem lesz, ha egyszer megcsinálják az eventet. Elég védelemre szükség. Igazán van nagyon sok mindentől függ ez. Milyen tankokkal érdemes elkezdeni, de igen, TR4, BH-s tigris, BP-s tigris, bár a kis toronypáncél miatt nem biztos, hogy az a 80 mm elég lesz. Ha például egy BH-s tigris előnök látok, Ferdinand, Jack Panther,
orosz oldalon IS-244, IS-2 sima. Ugye a T-44, meg a SU-100. Ezek a tankok, amikor a ideálisak, esetleg is SU-152, de az elég nagy doboz, hamar kilövik. Igazándiból ezt tényleg az emberek határozzák, főleg egy klánban, hogy ki mivel megy, kinek mivel kell menni. Ugye. Illetve mindig módosítgatják a tankokat is, és ugye észrevettük mi is, hogy váltottunk sokszor, mert hol az IS-2 mod 44 volt brutál jó, hol a BH Tigris. Tehát ez attól függ, hogy mi éppen a jó. Az a legjobb, ha megvan az összes ilyen tank, és akkor lehet váltogatni mindig. Így van, mint például az amerikaiaknál a T-32 egy nagyon jó tank, főleg a BH-s Tigrisre, a Pershing, a Premium Pershing, amit egy kicsit túlzásnak és OP-nek tartunk. Az OP egyébként overpowered-et jelent. Az, hogy túl van húzva a saját szintjén, az nekünk egy kicsit problémás volt megemészteni, de hát a játék része, tehát valahogy le kell küzdeni. Így van. Következő kérdés, hogy mi szükséges hozzá? Tulajdonképpen tank. Erre ez a legjobb szó szerintem. Teamspeak, hogy tudjatok kommunikálni, az mindenféle. Az is így van, nagyon fontos. Kellnek hozzá ugye emberek? 8 ember. 8 ember kell hozzá. Ugye ahhoz, hogy klánt tudjatok csinálni, az 2500 golden eagle kell, az nagyjából egy ilyen 5000 forintos tétel. Meg kell venni, be kell hívogatni az embereket, és 80 rá kell, hogy nyomjatok a szimulátor, vagy realisztik, vagy arcade eventre. A szimulátor még most nem működik. Csak utána beteszitek a rendszer egy másik klán ellen. Onnantól kezdve már csak a játékos képességeitől függ majd az, hogy mi szükséges még hozzá, mert ugye TL2-es tankokkal nem menjetek be, főleg TL4-be, mert elég az, csak az elég az, annyi is hozzá, hogy egy klántársadok TL4-es tankot bevisz, és onnantól kezdve már TL4-be kezdtek el klánháborúzni, ami nem feltétlenül biztos, hogy jó, vagy nem beszámol, akinek még csak TL3-as tankja sincs, de bement veletek. Tehát erre oda kell figyelni. Nagy szerencse, játékos tudás, jó tankok, és ami a legfontosabb, a fullos crew. Tehát, hogy a tanknak az összes legénysége a legmagasabb szinten legyen. Mert elég ciki az, hogyha a tankból nem látod az ellenséges tankot, a társad meg igen, és nem tudjátok egymásnak megadni a koordinátát, sem azt, hogy milyen távol van, mert te nem látod. Igen, ez nagyon szükséges, az embereket ki kell húzni. Nagyon-nagyon változik a tankban tulajdonképpen a... Hogy mondjam, az, hogy messzebbre látsz, jobban lősz, pontosabban lősz, gyorsabban szerelsz. Tehát a hatékonyságot növelik ezek borzasztóan, nagyon fontosak. Főleg szimulátorban, ugye? Ninja? Meg realisztikban. Így van, így van. Ott mondjuk egy kicsit kevésbé fontos a látótávolság, viszont a célzás, a szerelés, ezek mind az újratöltés, illetve a fő embereknek, például ilyen a lövész, töltő, sofőrnek a életereje, ezek mind kulcsfontosságú értékek, nagyon sokat segítenek a túlélésben. Igen, egyébként azt hiszem, hogy ez egy főleg szimulátorban a szerelés, ami olyan dolog, hogy már nagyon fontos. Mert ott azért lassabban történnek még jóval a dolgok. Ott, ha kapsz egy lövést, nagyon gyorsan el kell tudni bújni. Ott azért nem mindegy, hogy 40 másodpercig vagy 15 másodpercig szerelsz. Mert akkor még ugye megvan rá az esélyed, hogy például egy IS-2 lőtt rád. Tudod, hogy 21 vagy 22 másodperc alatt tölt, és te megszerelsz mondjuk 15 alatt, akkor még mindig ott van az az 5 másodperc, vagy 6 vagy 7, hogy te még eltolassál, vagy esetleg beszögeld a tankod. Vagy így van, valamit így van, kezdjél így van az IS-2-vel, még ha csak meg is kerülöd. Addig még ugye betározó, ha esetleg megsérült a loader, tehát a töltő, megkerülöd az IS-2-t, még fordítja rád a tornyot, még ott próbálsz egy kis időt kihúzni, hogy hát, ha megtöltesz addig. Tehát ezek azért fontosak, hogy meglegyenek fúrosan, mert egy klán eventre nem lehet ott gatyával bemenni. Oda már akkor megy az ember, amikor tudja, hogy megvan az adott tankja, ki van húzva a legénység, és nem amiatt bukja el a csapat. Ugye az emberek a csatát, mert hogy gyengébb volt a tankban a crew, és kapott egy lövést, és kihalt a személyzet. Mert azért az egy kicsit ciki, és ugye magán a csapaton belül is ugye ez valamilyen fajta negatívumot hoz ki egy idő után, mert egymásra fognak ugye mutogatni az emberek, hogy hát figyelj, hogyha jobb lett volna a crew, akkor talán nem lőnnek olyan hamar, nem hal ki például két lövés után a tank, és lehet, hogy tovább tudtad volna húzni a pontot. Tehát ilyenen is el lehet bukni, jártunk mi is így, ugye? Mi a tankunk kibír két-három lövést, addig másiké nem bír ki, és hiába húzta a pontot,
kilőtték, nem tudott visszalőni, nem húzta tovább a pontot, elbuktuk. Nagyon fontos, főleg az, hogy ugye milyen gyorsan kezeli a driver a tankot, mert ugye amikor pontra kell menni, ott nincs mese, ott be kell menni minél gyorsabban. Nem lehet lecafacázni. Na menjünk tovább. Ja. Következő kérdés, az így hangzik, melyek azok a tankok, amik esetleg később egy World War vagy Clan versenyen hasznosak lehetnek? Hát gondolom a Clan versenyen szintén ugyanúgy, mint Eventen, Tier 4-ig a megengedett. Minden Tier 4-es tank, tehát igazából ki kell fejleszteni őket, és ahogy már korábban beszéltük, mindig állítgatják, hogy mi az, ami most éppen jobb tank, hol az oroszok, hol a németek, hol az amcsik. Mindig váltogatni kell a tankokat, tehát ilyet nem tudnék kiemelni tankokat, tehát a BH Tigris alap, IS-2 Mod 44 alap, T-32 alap, tehát ezek kellenek egy ilyen csatához, jól gondolom. Bár a World War módot nem ismerem, tehát ezt te ismered, Dávid. Hát ott igazán volt teljesen mindegy, mert annak idején, amikor a zárt bétában ezt egy kis rég felnyitották, ott gyakorlatilag mindenre bejött. Tehát ott bejöttek a tukettőkkel, érted, azt kidobáltak az 500 kilós bombával. Hát igen, az mondjuk úgyhogy... úgy fincsi lehetett. Igen, imádtuk. Aztán ugye, még egyszer gyorsan egy pár szóba elmondom, hogy hasznos tankok. T-32-re a BH, ugye a Pershing az egy nagyon jó medium tank a T-44-re, sőt a T-44-jel sokkal jobb képességekkel rendelkezik, mind ágyúsérésben, mind sebességben, toronyforgásban, meg szerintem jobban is bírja az ütést. Ugye csőszájfékkel rendelkezik, még a T-44-en. Ugye ott van a Jack Panther, Ferdinand, ami még hasznos lehet, az is U-152 például a Ferdinandra tökéletes lehet. Ott vannak a Pantherek, amik nagyon jó médium tankok, jó ágyúsérdéssel, nagy végsebességgel, jó terepmászási képességekkel. Az amerikaiakat azt, hogy a T-32 Pershingnél az ott vége is van a dolognak. Meg a prémium Pershing az is nagyon jó. Na menjünk tovább. Menjünk tovább, ez itt egy elég érdekes kérdés következik. Nem tudom, hogy hány embert izgathat. Mennyit lehet keresni a War Thunder videózással? Igen. Dávid. Ez egy nagyon fantasztikus kérdés. Ezt beraktam, de nem gondoltam, hogy megmarad. De ugye ez rengeteg... Tavaly is ebből mentünk nyaralni Klánnal, nem? Igen, a Balatonon ebből voltunk. Csak előtte még meg is kellett dolgoznunk, érte? Egyébként egy videó, egy balatoni utazás. De akkor már nagyon jó kell csinálnod valamit. Jó, jövőre, amikor másra megyünk. Na szóval... Nincs olyan, hogy váltandó videózás, nincs olyan, hogy Need for Speed videózás, meg tehát nem játékot kell kiemelni. Ugye... Hát, hogy is fogalmazza meg ezt, hogy ugye a nézőközönségnek ez nézőközönség, a hallgatóknak ez jól jöjjön le. Tehát képzeljétek el, hogy van, amit az ember azért csinál, mert megszokta. Hát ez nem egy jövedelmező dolog. Annak, akinek több százezer feliratkozója van és több millió nézettség, vagy több százezer, annak valamilyen szinten ez jövedelmező, és anyagilag egy nagy hozzájárulást jelent neki a játékhoz, főleg, akkor beleteszi a játékba azt a pénzt, amit ezzel szerez. Meg nem lehet belőle élni. Én összesen havi szinten körülbelül egy TS árát keresek meg ezzel, az körülbelül 1200 forint, a TS-ünk meg 1500 forint. És ez tényleg így van. De mondom, tehát nincs olyan, hogy váltendő videózás, mert engem sem támogat például a Gaijin, ugye a váltendőnek a cége, mert miért támogatna? Viszont... Pedig támogathatna. Így van, támogathatna, mert ugye lelkesen videózok a játékról, megpróbálok nektek ugye minél több mindent bemutatni. Mint azért egy ilyen 1-2-3 ezer vagy 4 ezer megtekintéssel szoktuk díjazni. Ugye, meg amit tudunk el, továbbadunk nektek. De nem éri meg. Tehát, hogyha így néha felraktok egy pár videót tényleg a nézőközönségnek, hogy azért ne unatkozzanak, tökéletes hobbi, van rá idő, de egyébként nem éri meg. Tehát a beleforgatott idő, az, hogy renderelni kell a videót, kivágdósni, magára a menetre felkészülni, több menetből jön össze, ugye egy jó videó van olyan, amikor FZ-kel bemegyünk videót csinálni. Tök szar az egész menet, felvettük, azt nem volt értelme. Utána jön vagy 5 menet, ami megint kikapunk végig, nem miattunk, nem feltétlenül miattunk, hanem azért, mert szar csoportba kerülünk, és akkor nincs videóanyag. Megint tovább megyünk, megint videózunk, aztán majd összejön. Tehát nem.
Tehát ebben ne gondolkoztatok, hogy ebből meg lehet élni, vagy bármi. De egyébként mondom, tehát egy ilyen 1200 forintot meg tudtok vele keresni, ha feltesztek vagy 15 videót egy hónapba, vagy 10-et, és ilyen pár ezeren megnézik. Na lépjünk tovább. Mik azok a szempontok, amiket figyelembe vesztek egy tanknál? Hát, hadd válaszok erre elsőnek. Én, amikor egy tankot megnézek, nagyon fontos nekem az, hogy mennyire van bedőtögetve a páncél, mit üt át, milyen páncél hát tud átütni, milyen ágyúja van. Amit nem hagy ki, és bocsánat, belevágtam szóval, hogy legyen rajta lánctalp, mert azért az egy pont, az pont egy olyan dolog, aminek nem jöhet létre, csak az egyenes haladás. Vannak olyan amcsik, amiknek elől nincs lánctalp, érted? Csak a nagy gumi. Ajaj. De hátul van. Vigyázz bele, ne buk. Igen, no. Igen. Így van. Legyen rajta lánctalp, és ne legyen defektes. Szóval, hát én nekem, ami legelsően megnézem, hogy van bedöntögetve, mekkora páncél, milyen átütés. Tehát ez határoz meg egy tankot, hogy jó-e vagy nem, szerintem. Ninja, te mit szólsz ehhez? Alapvetően teljes mértékben egyetértek veled. Annyi van, hogy én esetleg inkább azt nézem, hogy mennyire mobil egy tank, mennyire fürge. Én jobban kedvelem ezt a mobilisabb harcmodort, úgyhogy én azokat jobban szeretem, amikkel könnyebb pozíciót változtatni. De ugyanúgy például nagyon szeretem a BH-s Tigrist, nagyon szép tanknak tartom. Igazából még akár az esztétikát is figyelembe vehetjük, mert úgyis nagyjából az fogja meghatározni, hogy egy tank mennyire hatékony, hogy milyen ellenfelek közé kerül. Mert egy PZ4 F2-vel is lehet mészárolni, hogyha T26-ok ellen rak be a gép. Bár jó, nem fog, de hogyha az ellen rakna be a gép. Hát igen. Igen, mondjuk ez egy fontos információ. Meg ugye lényeges is. Tehát nem biztos, hogy egy tank akkor jó, hogyha a kis tankok közé kerül. Nyilván. Ninjónak a vonalát támogatom, én is inkább a médium tankos rohanok előre, és szétszerem őket. De én ennek is valamilyen szinten a durvábbik verziót választom, én nagyon megyek a pontra. Tehát amikor én a srácokkal is játszok, akkor általában, ugye míg ők lövöldözgetik ki fel az embereket, én addig kegyetlenül tudok előre felemenni és foglalni, vagy legalább próbálok. Ugye? Valamit összehozni, hogy azért nyerjünk. De ugye a srácok meg ugye heavy tankoznak, és olyankor ugye a médiumnak előre kell mennie, és pontot foglalni, mert az a dolga. Én egy valamit veszek szempontul, én mindig is azt néztem, hogy milyen az ágyú egy tankon. Mert onnantól kezdve ugye, hogyha jó az ágyú, akkor gyakorlatilag a tankon meg kell tanulni alkalmazkodni. Így van, ezzel teljes mértékben egyetértek. És ugye, és én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, mert ha tudjuk, hogy van egy nagyon jó ágyunk, de nincsen ágyúsérülésünk, akkor már agyban, tehát fejben már úgy tervezzük meg a tanknak az adott pályát, hogy olyan utakat választunk, ami a tanknak az ágyúsérüléséhez képest jó lesz. Tehát nem fogok elmenni buckákat mászni, mert akkor be fogják lőni a hasamat, nem tudok visszalőni, nem tudom lehajtani a csövet, hogy egyáltalán még oda lőjek egyet. De akkor olyan terepet kell választanom, ami annak a tagnak ideális. Például, hogy T44-en nem fog felmenni dombra lövöldözgetni, mert előre kell jönnöm, hogy lehajtsam a csövet, tehát vissza kell jönnöm, tehát nyílt célpont vagyok. Én úgy gondolom, hogyha van egy nagyon jó csövünk, van egy nagyon jó ágyunk, onnantól kezdve már csak rajtunk múlik, hogy tudunk-e alkalmazkodni a tankhoz, tudjuk-e, hogyan kell használni, meg hogy milyen területen. Ez az, ami nagyon fontos. Mint ugye a szimulátorban sem rohanunk be például medium tank. Heavy tankok elé pontosan, hanem inkább kerülünk egyet. Még ha nagyobb kört is kell tennünk, de kerülünk egyet. Mert kicsi a páncélzatunk, de viszont gyorsabb vagyunk. Ha meg van viszonylag egy jó ágyunk. Így van, így van. Na, megtudtuk akkor, hogy Dávid a buldózás stílust részesíti előnyben. Ugye a médiumoknál megyünk hát igazán előre. Igazán arra valóak, tehát most, hogyha állok vele, ugyanúgy kilőnnek. Persze, de ezt egyébként ti is érzékeltétek, hogyha együtt játszunk, akkor én általában mindig orientálódok az ászlóra, hiába kilőnnek. Így van. Próbáljuk keresni. Dávid, hol vagy? Dávid már elől van. Vagy épp a bombázókat lövöldözgeti, miközben kilövik a tankját lent. Ja. Ja. Volt ilyen is. Na, egy számomra érdekes kérdés jön. A tankokat az akkori alkalmazásuk szerint használjátok-e, vagy szabad módba? Gondolom a kérdező ezt úgy kérdezné, hogy amiben az életben használták ezt a tankot valójában, abban használjuk-e?
Hát nem egészen, mert azért itt a játék határozza meg azt, hogy milyen lesz az a tank, mire használható. Példának hoznám föl, hogy még ugye nem volt talajnyomás a tankoknak. A médium tankok nagyon gyorsak, fürgék voltak, imádtam velük médiumozni. Amíg mondta, behozták a talajnyomást, vannak olyan tankok, amivel semmivel nem vagyok gyorsabb, mint egy heavy tank, nem gyorsul jobban, nem megy többet, nem tudom médiumra használni. Tehát igazából nem látom értelmét médiumozni. Én nekem nagyon ilyen a piercing amerikai részről, szerintem az egy félreértés, az nem médium tank, borzasztó lassú, nem lehet vele médiumozni. Úgyhogy itt inkább szerintem a játék befolyásolja azt, hogy mire használjuk az adott tankot, nem pedig azt, hogy valójában mire való. Hát meg, hogy mikor, hogy van lehúzva, mikor húzzák túl. Tehát azért az is lényeges szempont. Hát az akkori alkalmazások szerint ugye azért sem lehet használni őket, mert nem olyanok a pályák, mint amikor ugye azon a pályán harcoltak annak idején, ugye csak egy szimulált pályát kapunk meg, ami az eredetihez majdnem, hogy megegyezik, tehát majdnem hasonló. Csak ugye hát, na, de második háborúban nem így mozogtak a tankok. Ott azért sérült a lánctalp, nem biztos, hogy meg lehetett küldeni csurkagázon, meg ilyen, hogy befaroltál a kanyarba, ilyen nem nagyon volt. Azért a lánctalp ezt nem díjazta. Hát persze. Meg az se, hogy 8 másodpercenként lősz, mert ott azért a húzagolás hamar el tudott nem kopni. Meg a töltő elfáradni. Igen. Nem nagyon volt még egy olyan, mint az M60-nál például, hogy automata töltés vagy akármi. Csak így példának mondom, nem tudom, hogy az M60 automatán tölti, de azért modern tankok már igen. Nem lehet őket úgy használni. Tehát például még egy Ferdinand 20 fokos emelkedőn kigyulladt, itt nem gyulladt ki. Itt 40-nel megy előre, meg 30-al majdnem, hogy tolod. Úgyhogy meg a mouse is 20-szal megy, mikor való életben még 5-tel sem tudott, na mindegy, lépjünk tovább. Jó. Következő kérdés, az M60 tankhoz mit szóltok? Dávid? Hát én úgy gondolom, hogy ez egy T-54-nek megfelelő médium tank. Egy kicsit túlzott elkapással, ami ott azt éltem, hogy 400 mm átütő lövedéket kapott. Akárhogy is nézem, ez egy nagyon jó átütésű lövedék. Reméljük, hogy a játékban is tudja majd ezt a átütési képességet hozni. Biztos, hogy nem fogja, de reménykedek benne, ha hozza, akkor az IS-4-eknek és az IS-3-oknak leáldozott. Márpedig azért, mert ugye az IS-4 ugye 20-22 másodperc alatt tölt, ugye ami alatt ez a tank 2-t lő, remélem. Tehát azért csak egy 105 mm-es ágyú, ami ugye hamarébb tölt meg, mivel ugye problémák lesznek később. Tehát ezzel az a probléma, hogy ezzel kimész, megcselgeted az IS-4-et és hello. Vagy a T-10-et akár. Ki fog derülni. De hát ahogy mondtuk is, ezeket összeviszállítgatják állandóan, úgyhogy. Előre sajnos nehéz okosnak lenni, igen. Persze. Tehát a következő kérdés is ehhez szól, igazából a Leopard tank ugyanez. Ennek ugyanez a megfelelője, csak máshogy néz ki. Tehát az ágyú az teljesen ugyanaz, a lövedékei teljesen ugyanazok, csak a páncélvédettségben van különbség. Na már most ugye ezeknél a tankoknál is, mivel médiumok egy valami fog számítani, kilő hamarabb, kinek gyorsabb a töltőkezelője, kilőtt jobb helyre. És innentől kezdve ennyi. Tehát ezeknél a médium tanknál egy lövésed van, ha azt elhibáztad, a másik kilő. Így van. Meg ugye azt, hogyha ne találtál egy át, tehát nem átlag, hanem tehát mindenkinél van jobb. Tehát van, aki például ezekkel a tankokkal a mozgásból simán ellő, még te csak célozgatod, hogy hol lenne a biztos pont rajta. Árkádban, azért realisztikban már nem. Meg szimulátorban sem, már azért máshogy működnek a dolgok. De kibeszéltük ezeket a tankokat, szerintem menjünk tovább. Van itt egy nagyon jó kérdés. Miket vártok még? Hát én például nagyon várom a brit ágat. Ugye én a másik tankos játékban játszottam, én szerettem a briteket is, a franciák, hát ott azért az eleje az elég szenvedős volt, de a vége elég jó volt. Én a briteket várom, nagyon, nagyon jó kis tankjaik vannak. Nagyon sok tankjuk mondjuk inkább ilyen gyalogsági támogató volt, de a tier vége felé azért elég brutál tankjaik tudtak lenni. De miket vártok még? Hát, hogy őszinte legyek, én valami szervezettebb
és normális jutalmazási rendszerrel ellátott klán csatát szeretnék, amikor tényleg az lehet, hogy akkor az egész klán szépen felszívja magát, és rendet rakunk a térképen, vagy valami hasonló játékmódot. Az nekem nagyon, nagyon sokat dobna. Igen. Hát igen. Mert ugye ez egy nagyon nagy szintű szervezettséget is igényel. Tehát egy klánon belül is nagyon meghatározó az, hogy mennyire szervezett egy klán, és ugye ez az kellene, hogy legyenek versenyek, hogy tényleg be tudjon az ember menni, tudja, hogy hol hibázik a klánja, hol kell javítani, mind kell javítani, hogy ugye fel tudjunk készülni egy esetleges nagyobb csatára, vagy egy komolyabb klán ellen harcolásra, és erre ugye nincs lehetőség. Mert most ugye bemegyünk, jó, kilövünk egy pár tankot, azt mondjuk, hogy jók vagyunk, vagy esetleg jók vagyunk, de nem biztos, hogy ez a klánverseny így van. Tehát ott meg lehet minket lőnek ki egy lövésre. És ugye ebből volt példa, bementünk kiventezni, még nem szoktunk hozzá a rendszerhez, a lövéshez, kilövőrözgettek minket két lövésből. Az elsővel távolságot mértek, a másik meg már talált. Tehát például klánversenyen így van, ott nem nagyon lehet nyolcat lőni. Persze, ott... mi az, amit esetleg te vársz amúgy, Dávid, a... Én is a klánversenyt várnám a legjobban, ugye? Mert ezt tartaná a legjobban össze a, egyrészt a klánokat. Ettől jönne még több magyar klán a játékba, ettől lenne az én klánom is úgymond 100%-os. Meg az, hogy ugye a tankokat ne piszkálják. Plusz, hogy vegyék külön a koreai háborús tankokat oda, hova tartoznak, meg vegyék külön a II. Világháborút. Ne kelljen mennie egy 10 és feles Tigrisnek egy 400 mm átütő tank ellen, ami koreai háborúban készült. Ez ezzel egyet tudok érteni. Ez hülyeség. Vegyük az IS-4-et, tegyük át a koreai háborús tankokhoz, mert oda került. Az IS-3 meg az II. Világháború végére jött ki, meg ugye a Pörszing is. Jó, azokat még éppen oda be lehet tenni, IS-2-vel simán ki lehet lőni, meg a BH-s Tigrissel. Nincs ezzel semmi probléma. Vagy adjunk a BH-s Tigrisnek, vagy akár még tanulnak olyan lőszert, amivel fel tudja venni. Legalább annyira a harcot az ellenséggel, tehát a tier 5-ös szinttel, hogy legalább egy lövést engedélyezzenek, hogy legalább teljesen tudja adni egy hegyes lőszerrel, mit tudom én, egy lövést egy T-54-re. Ne az legyen, hogy jön a T-54, azt van sútra elküld, mert te hiába lövöd, egyszerűen nem ütöd át. Tehát ezt én nem feldolognak tartom, ezt kellene javítani. Ezen kívül egyébként nem lenne más probléma. Meg az, hogy ne hozzanak be ilyen hülyeséget. Vegyék ki az AK-ba a repülőket. Nem így volt a második háborúban, hogy bejöttünk 30 másodpercenként, kilőttünk 3 tankot, mert Vasili kilőtt 3 németet, azt akkor behozott egyből 3 darab tukettőt. Ez hülyeség, ez nem így ment. Tehát az arra jó, hogy minél nehezebben fejlődj. Ugye kibombáznak hamar, ki kell jönni a menetből, és csak a prémiumon megy bele. Hát elég idegesítő, igen. Meg hogy ugye nem segítenek az emberek. Tehát nem érdekli, hogy jön a bombázó, ő nem fog felmenni varázsgéppel, mert addig kibombázzák a tankját. És sokszor ezért szoktam én is mérges lenni, hogy tényleg felmegyek, védem a 16 embert, és rajtunk kívül 15-öt, hogy ne bombázzák ki őket, hagyd menjenek a pontot, felmegyek a bombázója, varázsgéppel, azt a bombázó azért dobja ki a tankomat, mert én hogy őt lelőttem, vagy megpróbáltam lelőni. Látja, hogy kirepül mögötte, jó, akkor arra fordulok már bombázó, hogy dolgok egy bombát. Nem tudok elmenni a tankom, mert nem ülök benne. Nagy szivatás. Gyakorlatilag ennyit. Jó. Következő kérdés, hogy miért nem látni titeket eventen? Hát azt hiszem, ezt az előbb kitárgyaltuk, borzalmas az eventnek a rendszere. Ezért nem láthattok mostanában eventen. Egy kicsit a tankosoknak is kedveznének végre valahára, akkor talán mennénk, de egyelőre nem erről szól. Következő kérdés pedig a kevés a videó miért. Jelenleg hát, nagyon sok... Hát, bocs, sok... közvágtam. Semmi. Mostanában elég sok dolgom van, ugye munkahely, dolgozni kell, közbőrt, vezetés is, kressz is, mi egymás. Úgyhogy most ez elveszi egy kicsit az időmet, de ettől függetlenül lesz videó igazándiból. Azon gondolkoztam, hogy hiába teszek fel nektek a mostani állapotról videót, hogy ez egy 51-ben megváltozik. Gyakorlatilag jó pár dolog. De lesznek videók, egyébként fognak nektek készíteni. Csak időhiányban szenvedek, alig tudok néha játszani. Ugye most volt egy hónap kiesés, miközben a Kresszet tanultam. Minden délutánomat azzal töltöttem, most már lesz ugye videó, meg már van is betárazva. Úgyhogy majd láthatjátok is például az is, hogy 1.52-t. Aztán szimulátor videót is fogtok látni, ahogy replay videókat is két rántásomtól. Jó.
Szimulátorról mi a véleményetek? Hangzik a kérdés. Hát nekem nem sok időm van mostanában játszani, azt is inkább vagy árkádra töltöttem el, vagy RB-ben egy keveset, nem szimulátorozok. Van itt nálunk, aki viszont tolja, Ninja. Mi a véleményed? Igen, én hogy őszinte legyek, én azt a módot szeretem a legjobban. Alapvetően nem nézem le egyáltalán a többit. Teljesen más, mint mondjuk az árkád. A realisztik mód az most már nagyon hasonlít rá. Főképp egyébként abba különbözik, hogy nem látod hátulról a tankot, hanem tulajdonképpen a tank tetején ülsz, és onnan nézel körül, mint ahogy régen ugye volt az, hogy a parancsnokok úgy a torony tetején lévő búvónyíláson kibújva keresték az ellenfelet, illetve onnan irányították a tankot. Én azt mondom, hogy mindenkinek érdemes lenne kipróbálnia egyszer-kétszer, mert túl sokan félnek tőle, hogy úristen, pixeleket kell keresni a monitoron, úristen, nem lát semmit, úristen, hirtelen kilőnek. Nem ennyire veszélyes a helyzet, mert azért van a távcső, azzal szépen körül lehet nézni, meg lehet találni. Tény és való, meg kell szokni azt, hogy kiszúrd a tankot, kiszúrd, amikor nem mozdul, valamikor nekem se sikerül, és olyan helyekről lőnek, hogy hé, hát az előbb oda néztem, ja, de ott bújt, mert hogy szép terepálcázása van. Tényleg ilyen dolgok nagyon-nagyon sokat számítanak szimulátorban, semmi nem jelzi az ellenfelet. De Dávid pont ma délután jött velünk játszani, és ő is kifejezetten élvezte, ugye? Igen, most ez ugye hozzátenném azt, és akartam is, hogy nem feltétlenül jelenti azt, hogyha árkádoztok, azt, hogy realisztikban vagy szimulátorban nem tudnátok labdába rúgni. Egész könnyen ugye hozzá lehet szokni a lövéshez, vagy hogyha van játékostársatok vagy klántársaitok, akkor ugye bementek és teszteltek. Ugye nem nehéz lőni. Főleg ugye, hogyha olyan tankot választotok, mint egy BH-s Tigris hosszú, a csőben nagy kezdősebességű lőszerre lőttök. Második lövésre már általában harmadikra elszoktuk találni ugye a tankot, akármi is. Úgyhogy nem feltétlenül kell amiatt félni az egésztől, mert hogy nincs célzás rásegítés. Mert ugye itt még nincsenek akkora nagy pályák a kúszkó, meg a még talán a mozdok se olyan nagy, hogy tényleg nagyot kellene emelni a csövön például, vagy 2000 méterre kéne lőni. Mert ugye itt nagyjából szimulátorban is, ahogy mentem ma a srácokkal, körülbelül egy ilyen 150 és 500 méteren belül mennek a harcok. Tehát mindenki annyira bujkál szimulátorban, és ezért is izgalmas az egész. Hogy tényleg bújkálsz, a társad mondja, honnan lőttek. Láttad, hol dőlt ki a fa, és akkor szól neked, hogy kidőlt a fa, ezeket figyelni kell. Például azt, hogyha az ellenség honnan gépfegyverezi ki fel a fákat, hogy kilásson, vagy amikor mi ugye kidőljük magunk elől a fákat, hogy mi is kilássunk. De ezek mind olyan dolgok, amiket, hogyha megfigyelsz, akkor ugye egy picivel több leszel. Úgymond, mert ezekre te már otthonosan akár árkádban is figyelsz. Most nem kell félni, tehát át kell jönni, árkádból esetleg egy kicsit realisztikozni, és majd utána átmenni szimulátorba. Mert egyrészt olyan nyugalmasabb az egész. Például szimulátorban bombázni gyakorlatilag ilyen 50-50% esély van. De akkor már nagyon jó pilót vagy, ha te ki tudsz dobni egy tankot. Míg ugye árkádban, kilőttem két botot, meg egy csávot, hozok már egy tukettőt, vagy egy B24-et, vagy egy B17-et, meg felhívom a két lántársamot, hogy megvigyenek vadászgépen, megyek, négy tankot kidobtam. Tehát ez nem játékos skill növelő játékmód, inkább a szimulátor az, ami meg a realisztik, amire azt lehet mondani, hogy ott már valaki azért elég sokat összelő, ott már azért a tapasztalat jobban kijön. Ugye... Szerintem jó móka. Én például mentem a srácokkal, tök jól éreztem magam. Aránylag ugye összetudtam lőni azt, amit én úgy gondoltam, hogy megkövetelnek a srácok, hogy azért a csapat részese tudjak lenni ahhoz képest, hogy én nem szimulátorozok. Jól összehoztuk, fel tudtuk venni egymással, és fel tudtam velük venni a lépést. Még az állapból, aki sokat árkározik, az így hamar hozzászokik a realisztikhoz, meg a szimulátorhoz. Tehát így párat lősz, és onnantól kezdve tényleg, hogyha árkádban esetleg olyan jobb fajta játékos, hogy az átlagnál egy kicsit jobban tudsz gondolkozni, akkor a szimulátorban is ugyanezt meg tudod csinálni. Megkerülöd, kilövöd, kibújsz, megvárod, még kibújik. Tehát ezek a technikákat oda is át tudod vinni, és azért kellemesen lehet használni. Csak ugye a szimulátorban minden lassabban működik, meg realisztikban is, a tankok is lassabbak, a csős ügyedés, ágyú emelkedés, a toronyforgása, a megfordulása a tanknak. Tehát ezekre mind jobban oda kell figyelni, de viszont ugye Ninja több esély van, ahhoz, hogy túléljél egy
akár 1v1-et, mert nem mindegy, hogy mellé lőtt, vagy sarkosan talált el, vagy lepattant, vagy nem pontosan jó helyre lőtt. Nagyon sok mindentől függ. Főleg, hogy hogyha sérült a cső, ott még rosszabb szimulátorban. Jól gondolom? Így van, így van. És az is nagy segítség, mint ahogy valamilyen szinten hátrány is lehet az elején, hogy nem mutatja neki azt, hogy most éppen egy gyenge egy weak spotra céloz, tehát nem tudja, hogy biztosan át fogja ütni a tankodat. Tehát simán olyan van, hogy kapáslövéseket, amikor így egyik sarkon hirtelen összetalálkozunk ellenséges tankkal, leadjuk mind a ketten a kapáslövést, és közben imádkozunk, hogy jó helyen találjuk el. Aztán, hogyha nekem volt szerencsém, akkor örülök, ha meg az ellenfélnek, akkor meg így jártam. Így van, de akkor még ott van a lehetőség, hogy mivel nem egyedül közlekedtél, tehát a klánnal mentél. Így van, ezért a társaim megmentenek. Így van, tehát mennek oda, egyből szerelnek meg. Ez nagyon nagy segítség, igen, főleg egyébként akkor, hogy összeraknak pillanatokon belül, el tudsz onnan menni, nem vagy egyszerűen céltáblának ott a mező közepén. Igen, egyébként. Be tudsz húzódni. Erre pont ma volt egy példa, amikor egy KV egy, jól emlékszek, előtt, vagy valami ilyesmi volt, etigrisekkel mentünk, és ugye nem volt mindegy az, hogy például Ninja szerel 40 másodpercig, vagy oda gurulok 10 másodpercig, segítek neki szerelni, készre megszerel, addig viszont meg tudom fedezni. Tehát főleg szimulátor volt, sokat tudám dobni azt, hogy a 2-3-on 4-en mentek, főleg a 4-en, mert azért, ha találkoztok egy tankkal, az a tank, hogyha egyet el is visz belőletek, még azért 3 rálő, és azért az nem mindegy. Inkább a szimulátor az nagyon szervezett csapatmunkát igényel, inkább hozzuk ki erre a dolgot, tehát szervezett csapatmunka, ahol tényleg nagyon sokat jelent az, hogy jelentik, hogy hol vannak, meg hogy ki merre ment, meg hogy mennek-e pontot foglalni. Tehát nagyon szervezett. Sokkal nagyobb a hatásod a csatára, hogyha egy ilyen 2-3, akár ne agyisten 4 fős platumba mész, szakaszba mész, akkor sokkal nagyobb nektek négyeteknek, sokkal nagyobb a befolyásotok a csata végkimenetelére, mert szimulátorban tényleg előfordulhat az, hogyha valaki ügyes, akkor akár egyedül is 6-8 ellenféllel elbánik. Ritka, nagyon ritka, meg ahhoz a körülmények szerencsés közrejátszása is kell, de akkor az ott tipikusan az a férfi munka azt megoldani, de meg lehet. Hát meg nem kevés játéktudás. Jól lő, gyorsan gondolkozik, azok már a tapasztaltabbak. Most fogalmazzunk úgy inkább, hogy tudják a jó pontokat, azért az is nagyon nagy szempont, hogy tudja a jó pontokat, hol kell őket beválni. Igen. Jó. Az, hogy gyorsabban gondolkozik az ellenfélnél, már előre gondolkoznak, főleg a szimulátorok, ugye. Mit tud a saját tankja, hogy tudja azzal a tankkal megoldani, és ugye nagyon sokat jelent, meg szimulátorban én azt vettem észre a srácokkal, hogy nagyon sokat jelent az, hogy tényleg egy ember egyet lőjön ki, mert ott már azért, ott nagyon sokat jelent, hogy legalább egy tankot tudjon lehozni, egy tank. Ha már többet lehoz, az már sokkal hamarabb viszi a csatát jó irányba, mert ugye itt nem lehet több tankot visszahozni. Főleg a heavy-vel jössz be. Így van, ott nagyon meg kell azt gondolni. Jó, szimulátor vonalnál maradva, két kérdésért, amit szerintem vonjunk össze. Szimulátorban miket látnátok szívesen, illetve mi az, amit nem látnátok szívesen? Hú, hát én egyébként azt nagyon el tudnám viselni, és nagyon örülnék neki, hogyha itt is meg lenne az opció, hogy tankot váltsak. Értem ez alatt, hogy ugye szimulátorban egy médiummal automatikusan kétszer jöhetsz be. Ez ugyanúgy igaz a páncélvadászokra, illetve a légvédelmekre is. És például jól jöhetne az, hogyha mondjuk, ne adj Isten, nagyon sok a sima közepes tank a mi csapatunkban, az ellenfélnél, meg rengeteg a repülő, akkor én nagyon szívesen átülnék egy légvédelembe, hogy kicsit megritkítsam őket, és ezzel segítsek a csapatnak, illetve vice versa, hogyha ne adj Isten légvédelemmel kezdek, akkor jó lenne, hogyha letisztítottuk az eget, akkor átülhetnénk közepes tankba, mert így könnyen kialakulhatnak időnként ilyen aszimmetrikus felállások. Ezt mondjuk jó lenne úgy megoldani, mint mondjuk a repülőknél, hogyha leszállsz a repülőtéren, feltankoltak, megjavítottak, akkor kiszállhatsz ugye a repülőből, és utána később vissza is szállhatsz bele. Nem tudom, erről abszolút nem volt szó, hogy ilyet megoldanának, de én ennek mondjuk örülnék. Hát igen, ez nem egy rossz dolog lenne.
Mindig alkalmazkodni a csata menetéhez. Így van, így tudnál reagálni a változó szituációra, valamilyen szinten legalábbis. Mondjuk vissza kéne menned a kezdőpontra, azzal nincs, nem lenne semmi baj, de mégis valami megoldás lenne rá. Jó. Dávid, neked esetleg valami olyasmi, amit szívesen látnál, vagy amit nem szívesen látsz most benne? Igazán, de volt. Pont ezen gondolkoztam, ugye én jobban így ma merültem bele, ugye eddig is szimóztam, szimulátoroztam néha-néha, ugye vagy Thunderrel, vagy Ninja-val. Különösképpen mindig arra koncentráltam, hogy legalább valamennyit tegyek hozzá. Ugye a csatához, ugye nem vagyok hozzászokva hozzá a környezethez, főleg a szimulátorhoz. Így nem nagyon volt időm, meg kapacitásom arra, hogy külön ilyen dolgokra figyeljek, amiket kellene megjavítani. Egy valami zavar, hogy kezdéskor ugye a bombázók rázuhannak a tankokra, mert ezt javítanám. Szálljon fel, repüljön el odáig, nem kitenni magát egyből levegőpontra, és akkor már zuhanunk be, mert ez szerintem ez egy nem feltétlenül jó dolog. Azért a második háborúban is kellett idő, mire le tudtak onnan jönni, 4-5000 méter magasból, mert amúgy letört volna a szány, itt meg ugye csak úgy bezuhangatnak, aztán majd lesz valahogy. Ugye a légvédelem meg alig tudja lelőni, mert hát szerencsétlenek olyan gyorsan jönnek lefele, hogy ezek alig tudnak rájuk lőni. Egyébként nekem így semmi más bajom nincsen így a szimulátorral. Így szerintem teljes mértékben tökéletes. Mondjuk, mondjuk főképp olyan pályákat dobált be, ahol tényleg levegőből kezdtek a bomberek, de nagyon sok repülő is nem egy pálya olyan egyébként, amikor nem levegőből kezdenek, és tényleg föl kell szállni motorbeindítással meg mindenestül, ami úgy a nagykönyvben meg van írva. Úgyhogy egyébként ez is egy nagyon jó, hogy is mondjam, csak része az eventnek, hogy kevesen repülnek benne. És nem az van, hogy mindenki csak át, akkor most kilőttek, akkor beülök egy valamilyen bomberbe, tök mindegy, akár a legnagyobba, és akkor végigszorom a pályát atomtöltetekkel, hanem itt tényleg meg kell küzdeni a géppel. Próbálkozok úgy időnként én is bombázgatni, hát inkább kevesebb, mint több sikerrel. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. De élvezetes, viszont így van sikerélmény az embernek. Igen. Jó. Utolsó kérdésnek, hát beszéltünk már erről, M18 Super Hellcat vélemény. Ugye, ahogy Ninja is elmondta, erre a Hellcatre tulajdonképpen rákerült az M36-os torony. Nem nagyon tudunk még róla vélemény mondani. Nem tudom, Dávid, te említetted, mentél ezzel a dev szerveren, vagy ezzel sem lehetett? Nem próbáltam. Szerintem lehetett, de nem próbáltam. Igazán, de volt tudod, M18, M18. Engem az M36 sem győzött meg. Ugye ma például bennültem szimulátorban egy Etigrisbe, a H1-esnek ugyanaz újabb variánsával, és 2-3-at lőtt közelről, ki is ment egy-két cuccom, de ahogy visszatudtam neki egy célzott lövést lőni, onnantól kezdve azonnal meghalt, de igen, az egy M10 volt, Ninja, egy M18 talán, de biztos, hogy ez az amerikai TD volt. Az M36 is nekem ugyanilyen, tehát azzal meg pont az a probléma, hogy lassan forog a torony, hiába gyors a teste, de előre kell nagyon gondolkozni vele, tehát úgy rá kell fordítani már eleve a tankot, hogy a torony is odalásson. Tehát jó, ha rá segít, ezt magyarán mondva az alvázzal. Így van. Hát majd meglátjuk, milyen lesz szerintem. Nagyon sok múlik azon, hogy állítják be tulajdonképpen az értékeit. Hát minden egyes tanknál így van, tehát lehetett az életben erős, meg fürge, itt nem biztos, hogy úgy állítják be. Na igen. T-54-ről vélemény, ugye az utolsó között, a T-54 kapott egy 7 lövedéket és egy szabott shellt. A szabott az nekem nem jött be, gyakorlatilag semmire nem való, de a 7 lövedékkel bármit kivisz egy-két lövésből is. Egyébként a többi tényezőjében ugyanaz, mint régen. Ugyanúgy nincs ágyúsvéd, és a gyors tank előre kell gondolkozni. Várjatok egy picit. Hát elérkeztünk az utolsó két kérdésünkhöz. Az pedig az IS-4 vélemény és a T-10 vélemény. De kettőt egybe fogom szándékosan mondani. Az IS-4 az ugyanolyan kemény, mint régen volt. Talán mostanában egy kicsit túlzásnak is tartom, hogy nagyon kemény. Tehát még IS-4-el is IS-4-et elég kivenni. Mert azt értem, hogy pilóta főként kell lőni. Egyébként érdekes, hogy viszont az M103 meg
néha le tudja küzdeni, néha meg nem. Ez nyilván azért, mert hogy ugye Stalin vasból van az IS-4, és nem mindig szeretik Stalinék, hogyha kilövik a Stalinék tankját, így vicces fordítva. Tehát maguk a gyártók, ugye, a játéktervezők nem szeretik, úgyhogy az orosz gépek néha átlagon alul tudnak teljesíteni. A T-10 az hasonló az IS-4-jel, ugye, és egy heavy tank, egy erősebb ágyút kapott, egy újabb ágyút kapott. A tank is sokkal újabb, ugye, a páncélja kisebb, de viszont jobb dőlésszögű, ami ugye akár még az IS-4 páncélzatát is képes visszahozni azzal, hogy jóval döntöttebb. Hát majd meglátjuk. Hát a T-10 oldalára essen az a dolog ugye, hogy 17 másodperc alatt megtölt alapkrúval. Hát ez levihető szerintem 15-16-ra, főleg prémiummal. Ugye, többet úgy sem fogunk tudom nektek mondani. Már csak a tárazása miatt is ugye egy nagyon erős fegyver, ágyűsérdése lehet, hogy egy kicsivel jobb lesz, mint az IS-4, de még ezt igazániból nem tudjuk. Köszönjük a kérdéseiteket. A legjobb tudásunk szerint próbáltunk, ugye, úgy, hogy mi éltük meg a dolgokat, hogy próbáltuk meg nektek átadni, én úgy gondolom, mind a srácok, mind én. Köszönjük a figyelmeteket, és sziasztok, és várjuk a további kérdéseiteket is. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Okay. Szóval, hogyha beszélgessünk, vagy valami ilyesmi van. És akkor most közösen Edda a kör közepén állok. A kör közepén állok! Durva vagy. Ez kemény volt. Hát, amit meséltél, hallod napközben erről, azéről? Jaj, ó. Sziasztok, HKS Dávid vagyok. Nem lehettem volna fogadni. Én is gondoltam, hogy lesz valami. Egyedül a farkát indugdossa az orrom alá. Hát van más is úgy. A börtönbe szokás. A börtönbe sokan jártak már egy ninja. Jó farkát az orrom alá dugdosták. El kéne kezdeni. Már ezzel megérte feljönni. Na, figyelj! Tudod a szöveget? Nem! Nem, az mi? Ja! Tényleg? Azt, hogy tudod a szöveget? Azt, hogy le van írva. Bazzeg. Le se esett. Bazzeg. Azt a kurva lezuhantam, bazzeg. Hát ez nem meglepő. Várj, nekem lehet, hogy kell egy pár... Sziasztok, HKS Dájt vagyok. Csapó 28. Nem a felmaradásban. Egy idő után, hogy egy kicsit megnyugszunk, akkor rákérjük a kérdésekre. A beköszönést meg fel tudod venni, akár még a végén külön. Utána pipat meg tudod vágni, hogyha úgyis csak hangfájt rögzítesz. Igen. Nem? Sziasztok, HKS Dájt vagyok, és eljöttünk majd nektek röhögni, nevetni meg. Meg valami okosat mondani, de azt majd még közben összeszedjük. Ja. Egymástól persze. Nem, mint egy kicsit megnyugodnak a kedélyek. Én teljesen nyugodt vagyok. Én is. Csak remegnek a lábaim. Na jó, round 2. Sziasztok, HKS Dej vagyok.
és megérkeztünk nektek a kérdéses válaszos videóból, amivel már nagyon régóta próbáltunk jelentkezni, de eddig még nem nagyon volt rá idő, se akaratunk, se ezt jól lebasztad. Sziasztok, már megint én vagyok, ez a pöcs. Nagyon jó.